Itt is vagyunk a folytatásban, kedves tévénézőink. Itt a helyszínen már csak egy találkozó vár lejátszásra. A legnagyobbak az U21-esek és a felnőtt alakulat. De úgy is mondhatnánk, hogy végül is a felnőtt keret lett két részre osztva, hiszen az U21-esek között is olyan felnőtt kerettagok játszanak, mint Székely Dávid, Kupai Krisztián, Szentanai Zoltán, vagy például Szívós Gergő. Kapujukat pedig Bajusz Vébi. Szívós, Szentannai aztán, Móga pedig váltott mezőnyből kapuba. Ezen a meccsen már az egykoron futsal NB1-ben is védő Móga Lóri. Nagy. Erdei. Bukowski Dani.
gyors, ilyen középre szívós gyuszkó labdája. Jó indítás, jó átpassz, és ott van a vezető gól, vezetnek az 21-esek. Szőke Róbert a gólszerző, Székely Dávid parádés keresztlabdáját követően. Gyors kontra volt, így kell valahogy végigvinni egy támadást pár másodperc alatt. Jött a labda, Székely beadta, Szőke pedig kapásból beverte. Az elvetődő Móga fölött vissza a hosszúba, onnan ahonnan jön a kapus. Tanítani való támadás volt. Bukowski. Nagy Roland. Erdei. Jó a csel. Aztán lehet, hogy inkább az arcot nézte, nem a messze színét, amikor passzolt, mert elég csúnyán eladta a labdát Erdei Tibi. Visszaszerzi azonban a sárga mezes alakulat. Kovács Csaba. Kovács Csabáig nyerték meg a sorversenyt még a nap nyitásaként. Minden korosztályból egy-egy ember alkotott csapatokat. Itt pedig ők bizonyultak a legjobbnak. Csak úgy, mint tavaly. Ezen a téren tát címvédés történt. Erdei. Csínbe adta egy kicsit most Nagy Roli, nem is lett meg a csapattársaknak a játékszer. Kupai jól futtatja Székely Dávidot. Elég zsúfolt a programja a csapatoknak. Vagy hát leginkább ugye a felnőtt csapatnak, hiszen az 21-esek is velük játszanak. Tegnap is például edzőmérkőzésen szerepeltek. 4-0-ra győztük le Berettyóújfalut idegenben. Székely Dávidot Mester 3-ast rámolt. Kovács Csaba. Szívós Gyula. Székelyé az átadás, és lehet vele támadni. Szent Annai elől javít az előző hiba után Szívós Gyula. Kupai. Szöglet lesz. Szőke Róbert. Székely. Kemény ütközés Nagy Rolival. Erdei. Bukowski. Kovács. Csapat nagy része játszik a terembajnokságban és a téli szünetben. Kovács Csaba például a Devils együttesít, Szívós Gyuszko a flottokot, Nagy Roland a multiteket erősíti, de megtalálhatjuk az Origóban Bukowski Danit, még a Rolispedben Erdei Tibort, csak hogy a felnőtt csapatról essen szó. Nem mellesleg Orosz István is a Labonszfába játszik le a téli szünetben. De hát ez a tendencia megfigyelhető a most 21-eseknél is. Bár az imént lövő Székely Dávid éppenséggel a kivételeket, táborát erősíti. Onnan Szőke Róbert a Familiában, Szent Annai Zoltán pedig a Superinfo együttesében játszadozott télen, néhány héten keresztül a városi bajnokságban. Bajusz. Kupai. Úgy néz ki, hogy cserekapus poszton a felnőtt együttesnél majd váltás lesz is. Az ifjú Bajusz veszi át az eddigiekben ezt a feladatot ellátó Orostól a CSK szerepét. Most a beadás átcsorog a fiatal portás kezei között a labda, de így is csak szöglet. Bukowski. Szívós.
Szent Annai, Erdei Tibor. Szívós most lő jó ablokkat Esótól. Szent Annainak a leglátása pedig remek, hogy Székelyhez passzol, és 2-0-ra vezet a zöldmezes együttes. Székely az előző gólpassza után most már gólt is jegyez, 2-0-ra módosul az állás. Kevésbé megkomponált támadások ezek, annál inkább hatásosabbak, az egyszerűség elvét követve. Egy passz, még egy, és ott a gól. Vissza bajuszig, elég setes utam mozdulatnak bizonyult ez a kapustól. Nem lett belőle gondja Erdei. Kovács László, megpattan Szívós Gergőn, szerencsére a kapufa kisegítette most a zöldeket. Bukowski, jó cseh, kis szerencsével ott marad még előtte, most már nem. Szívós Gyula egyel tovább tenni, nem tudja most felszabadítani a saját kapuját az U21. És azért valljuk be, még mindig ott a veszély. Csak hát, akkor mindenki támad, könnyű kontrát vezetni. Székely adja be, adná be, beleértek. Szöglet a túlsó oldalról is. Szőke, hát az előző meccsen valamivel jobban talált el egy ilyet kapásból. Az a kapufán csattant. Ez jócskán mellé ment. Jön Móga, övé. Kovács. Erdei. Szép védés. Kisebb galiba után folytatódott a meccs, sajnos a labda a kamera rögzítőt találta el, most folytatódik, tehát ha minden igaz, akkor zökkenőmentesen a közvetítésünk a kisebb galibát az okozta, hogy a labda eltalálta a kamera állványunkat, így a rögzítő sajnálatos módon leesett. Néhány másodpercről maradtak le, csak azonban a kedves nézők gólról és helyzetről például egyáltalán nem. Továbbra is 2-0-ra vezet a zöldmezes csapat. Nagy Roli. Német. Szívós lő, megpattan. Móga azért üggyel bajjal ugyan, de kapufára paskolja. Szép reflex mozdulat volt egyébként. Tehát ez elvárható Lóritól. Német. Túlságosan alány esett. És célt is téveszt. Bukowski. Német. Szívós Gergő. Szívós Gyula. Kovács. Egyből tette. Ismerik ők egymást. Félszavakból is megértik, és olvassák egymás gondolatait. Erdei. Húztan nyúszta egy kicsit
az imént német Mihály. Most már orosznál a labda, Erdei megint. Nem volt rossz elképzelés. Tempóbeli hiányosságok vannak. Vagyis hát úgy mondjuk inkább, hogy különbségek, mert hiányosságról szó sincs. Egy-egy ütemes késői vagy korai indulás lehet az ilyen pontatlanabb löbbölések oka. Bukovszki. Orosz szépen járatják most a labdát a sárgák. Keresik a rést a jól betömörülő U21-es csapaton. Német, lassú volt. Móga. Szívós. De jól érkezett volna orosz, most meg volt az összhang. Nagy mentés volt. Orosz. Erdei. Szívós Gyula. Szent Annai fordulhat. Ő mondjuk 9 méterre a saját kapujától a legelső embernek számított. Nem is csoda, hogy nincs gyors támadás. Erdei. Kovács. Orosz lő, megpattan. Szöglet lesz. Most Kovács Csaba lő. Németet találja telibe. Nagy Roland. Orosz. Ez most szép támadás, de ez sincs bent. Pedig kijátszották a végletekig. De valamiért úgy tűnik, hogy mégis szöglet. Kupai. Nagy Roland. Erdei. Könnyű zsákmány a kapusnak, nem csapta be Szőke Robi. Fura megmozdulása. Bajusz meg mintha a kapus edzéseken érezné magát, amikor Mógát melegíti be. Egészen lórég dobta vissza a labdát. Nagy Roland. Remek váltás. Móga él együtt a játékkal. Összeszedi az előrevágott kószalabdát. Kovács Csaba. Orosz. Megunja a teket, óriázást és lő. Nem találja el a kaput sem. Bukovszki. Kovács Csaba. Belekezel, most a lövés. Azért nem mondom, hogy egy-egy ilyen jó kis bikázós próbálkozás után teljesen nyugodt tud maradni az ember itt a kapu mellett. Szerencsére azért ekkora baj nincsen az irányzékkal. Nem hálószaggató gól. Hátulról és oldalról zörgette meg a hálót. Nagy Roli próbálkozása.
Bukowski. Most volt előtte terület, föl is tudott gyorsítani, induló sebessége parádés Bukowskinak. Erdei szépen lábbal előzi meg a kapucs. Nagy Roland egyből tovább, most a lövés okos volt. Nem ment be. Lóga. Kapufa. Szőke, ha észreveszi, hogy nincs benn Móga, lehet lőni. Fölfedezte a lehetőséget. Lóri meg, mint egy igazi angol úr, mellel. Lukó tartott rá egy picit a kapusra. Nincs vita. Székely. Na, valamit tud-e mutatni egy gólon és egy gólpasszon kívül, nem mintha ez nem lenne elég, főleg úgy, hogy 2-0-ra vezetnek. Csak hát na, úgy látszik, hogy fut a szekér Dávidnak eléggé. Nagy Roland. Bátor kivetődés. Nagy Roli. Keresi a helyet, hogy lehessen lőni, aztán inkább passzol. Erre is mellé gurít. Hát egyébként az őszinte szó megvalva, ennyi kihagyott helyzettel, amit most a sárgák felmutatnak, egy komplett teremszezon meg lehetne nyerni. Még sincs szerencséjük. De egyébként azt a játékot, amit játszanak a zöldek, azt nagyon jól teszik. Szívós Gyula. És ez sincs bent. Hát nem tudni, mekkora helyzet kéne a papíron felnőtt csapatnak, hogy először ugyebár csak szépítsen az eredményen. Bukowski. Kovács Csaba. Nagyról lő most. Ez nem is kicsit, de fölé ment. Kupai. Keményen megdolgozzák egymást Szívós Gyuszkóval. Pláne úgy, hogy nem is Kupairól volt szó. Innen az átellenes sarokból úgy tűnt. Hamar Jani volt Gyuszkó ellenfele. Erdei. Most lő. Ez is lejön a falról. Gyuszkó. Nagy Roland. Visszakapja Szívós Gyula. És ezt már be is verte a léc alá. Úgy, ahogy kell. 2-1. Továbbra is a zöldmezesek, az U21-es csapat vezet a felnőttek ellen. De ez a mezői fölény, amelyben futballoznak a sárgák, most már nem csak meddő, gollá érett. Szívós Gergő megkínálta volna Mógát, nem jutott fel a kapusig a labda. Szőke. Óga fejjel, egyből indít. Szívós Gyula. De szép elklátás volt
a kapufal végállomás. Tömérdek helyzet, de mégiscsak egy gól a sárgák részéről. Ugyanazt a szép futballt játszák, amit az előző mérkőzésen, amit egész évben mutattunk önöknek a vezetőedzők. Úgy néz ki, hogy ez kötelez. Ez viszont egy parádés gól. Székely Dávid ismét assziszt. A gólszerző ezúttal Hamar János. Külsővel pörgetve Székely. És hát azért valljuk be, hogy onnan nem volt nehéz dolga ballal Móga hasa alatt begurítani Hamarnak. De hát ott kellett lenni, érkezni kellett. És hát végül is meg is kellett csinálni a feladatot. 3-1. Kovács. Móga. Erdei. Kovács. Most vége a kényszerítőnek. Na, Juszkó. Szívós Gyula rúghat. Vissza hozzá. Bukovszki. Majdnem kosár. Legközelebb majd jobb lesz. Bár azt hiszem inkább örülne egy gólnak Bukovszki Dani is. Székely. Erdei. Öngól Szőke Robitól. Mindkét kapuba berámol egyet Robi. 3-2. Van még idő azért az egyenlítésre is, és lehetőség. Reméljük, hogy ilyen jó lesz majd az összhang csapaton belül a nagypályás szezonban is, hiszen ugyebár veretlenül lista vezető a karcagi csapat a megyei bajnokságban. Régen látott nagy siker küszöbén a csapat. Nagyon jó lenne, hogyha sikerülne átlépni rajta. Tulajdonképpen 14 meccs választ el minket, március 8-án indul a szezon. Egy hazai bajnokival, amelyen tovább lehetne gyűjteni az egységeket és tovább menetelni. Azt nem mondom, hogy tovább lépkedni a tabellán, mert jelenleg nincs hova, de jó lenne minél inkább leszakítani majd a jelenlegi második helyzetet, aki 4 ponttal van mögöttünk. Szívós Gergő, 4-2. Amikor fölkapaszkodik egy gólra a felnőtt csapat, akkor mindig megvillannak a zöldek. Gergő pedig tanítani való módon, ahogy ő is mutatni szokta a kicsiknek. Úgy rúgta be a jobb alsóba ezt a gólt. 4-2. Szóval akkor visszatérve a nagypályás teljesítményre is a következő tavaszra. Ugye volt már róla szó mai közvetítésünkben, hogy bizony megalakult a karcagi labdarúgó baráti kör. És hát ők nagyon szeretnék, hogyha ez a csapat, amelyik rászolgál a sikerre, el is érne odáig, és mindenkit arra buzdítanak, hogy csatlakozzon hozzájuk, és tegyenek együtt a karcagi labdarúgásért, támogassák a csapatot, és szurkolják ki nekik azt a bizonyos bajnoki aranyat. Kemény lövés volt. Szívós Juszkó gondolta azt, hogy felavatná a kapust. Móga. Jól robban ki.
szinte söprögetőt játszik, nahogy aztán ez megbosszulja magát. Székely, leszerelik. Szent Annai lekészíti Szívós Gergőnek, ő pörget. Nem sokkal, egy olyan jó fél méterrel mellé. De majdnem összejött. Székely Dávid csúszik el. Nem volt kéz. Ő úgy érezte, hogy az volt, sportszerűen visszaadta a labdát Mógának. Bukovszki. Erdei. Szívós. Kovács. Sarokkal. Ez is szépségdíjas gól. Talppal vissza. Juszkó pedig szemtelenül a bal alsóba. 4-3 az állás. Potyognak a gólok. Lássuk, hogy sikerül-e ismét elmenni kettővel a zöldeknek. Kupai. Felelőtlen átadás, Erdei, Nagy Roland, nincsen gól. Szívós Gergő, Móga gyűjti be, és aztán megindulna vele, nem tud. Most fúj a játékvezető. Móga meg hangosan veszekszik vele. Nagyon sportszerű volt a zöld csapat. Lúri kemény szavai hatottak. Szívós. Kovács Csaba. Kupai sarokkal kérné tőle. Na most jön a labda vissza a játékban. Nagy Roland. Szent Annai elcsúszik a lövés pillanatában. Juszkóval pacsiznak le. Lehet, hogy volt egy kis kontakt is kettejük között. Szívós Gergő szaporázza. Kovács Csaba. Bajusz. Kihúzza onnan Szőke Róbert. Nagy Roland. Szőke Robi blokkol. Ezt meg a kapus védi. Nagyon pozitív benyomást kelt az U21-esek kapujában a fiatal Bajusz. Jó képességekkel megállott kapus, még akkor is, ha a termete nem éppen ezt a posztot követelné meg neki. Most ennél a negyedik felnőtt gólnál ő is tehetetlen. Nagyról illatkozik fel a góllövő listára. Lehet rájátról is, hogy többet ésszel, mint erővel. Ezt most bepaskolta oda az alsóba. Szőke. 0-0 után először X az állás. Lehet, hogy az lesz a vége, hogy egy baráti döntetlen. Erdei. Kovács. Szívós Gyula. Nagyról illő.
ez most jócskán mellé ment, nem pattan meg senki szerintem. Ennek ellenére szöglet lesz. Alig hajart bele bárki is, ezt mondják Gyuszkónak is. De nyugodtan van idő ezt megbeszélni, hiszen Bajusz kapus cipőt kötött, ezért állhat egy picit a játék most. Szívós Gyula a szögletnél. Jön a kapus. Ő nyert. Jó a kidobás is. Kupai. Szent Annai. Kovács Lacival harcolnak. Szívós Gyula. Kupai pontosan lefejeli Kovács Csaba elé. Szívós Gergő viszont elveszi tőle. Így, de nagy helyzet volt. Székely Dávid hagyja ki ballal. Jó meglátás volt. Meg egy szép támadás. Ügyesen végigvitték most Szívós Gergővel. Nem gól a vége. Szent Annai. Szívós Gergő, Zolika kapja most vissza. Volt egy kis ütközés. Szőke. Szívós Gergő haza Bajusznak. Kovács Laci. Nem jó a kényszerítő, nem jut vissza a labda hozzá. Mehet a másik csapat a támadással. Szívós Gergő, Kupai, egyből be, Szőke Robi, üres kapura. Kapufa. Hát Robinak nem tudom mennyi helyzet kell, mert jó azért betalálgatott, lőtt öngolt is. De sokszor ennyit is lőhetne. Erdei. Kovács. Most Szívós Gyula, ez is kapufa. Kovács leveszi. Mellé zúdít. Góga kiengedi. És most itt a vége felé letámadgatna a zöldmezes együttes is. Szőke Robi ráncigálta meg Erdeit. Nagy Roli megkikéri azt a bizonyos 5 métert. Roli, mestere a nagy szabadrúgásoknak. Ez most a kapufán. Csattan. Pedig ha bemegy, akkor hálószaggató. Bajusz. Bravúros. Nagy Roland kupai versenyfutás.
az idősebb nyer és hazaadja Mógának. Erdei. Ez a leghosszabb meccs a mai napon. A legkisebbek negyed órával indultak. Itt ez a találkozó már 40 percre volt előzetesen kiírva. Nagy. Erdei csak ott pattog még a labda. Nem sikerült tisztázni. Kovács Csaba pedig belövi azt a gólt, amellyel a karcagi felnőtt csapat először vezet a meccsen az U21-esek ellen. 5-4. Többször is két gólos hátrányból jött vissza a csapat. Hiszen 2-0, 3-1 és 4-2 is volt a zöldeknek. 5-4-re már nem ők vezetnek. Szívós Gergő. Kupai. Azt mutatja a játékvezető, hogy kim volt a labda. Móga jöhet. Most meg az, hogy szöglet. És az, hogy Kupai jön. Ez a végérvényes döntés. De nagyot véret Lóri. A rövidről vetődve. Visszaért a keze. Szőke! Ez az utolsó mozzanata a meccsnek, és egyben végül is a harmadik labdarúgó gálának 2014. február 23-án. Meccs már nem lesz, ezzel az 5-4-es felnőtt sikerrel zárul. Ez a mai nap igaz. Még a tombola sorsolás harmadik köre, valamint a gála zárása a későbbiekben kerül megrendezésre. Meccsekből tehát ennyi. Úgy gondolom, hogy szép gólokat, szép helyzeteket láthattunk. Nem csak a két teljesen közvetített mérkőzésen, hanem már előtte az összefoglalóból is. Úgyhogy köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket.
zárásaként, és Orosz Istvánnal beszélgettünk, így megtesszük ezt a nap zárásaként is. Pisti, így látva ezt az egész mai napot, hogyan értékelnéd a gálát? Szerintem ismét jól sikerült, nagyon sok embert meg tudtunk mozgatni, mint szülőket és mint gyerekeket is. A váltóversennyel kezdtünk ismét, ami szerintem jó hangulatban is, és tényleg jól lezajlott, és utána jöttek az U7-es csapatoktól fölfele a mérkőzések. Úgy érzem, hogy akik játszottak, azok is nagyon jól érezték magukat, akik nem játszottak, például a szülők, azok pedig jól lelkesen szurkoltak, és itt a tombola sorsolásnál is ez a nagyon sok tombola felajánlás, és a tomboláknál pedig nagyon várták a gyerekek mindig a tombolát, hogy tényleg, hogy nyernek-e vagy nem. Szerintem jó sikerült megint ez a rendezvényünk, és reméljük, hogy jövőre is meg fogjuk tudni rendezni. Hát akkor a visszajelzések pozitívak, abszolút gondolom ez a legnagyobb öröm egy szervező részére ilyenkor. Hát igen, hogy tényleg minden zökkenőmentesen úgymond lement, és szerintem mindenki jól érezte magát, nem volt olyan jelzés, hogy valami probléma lett volna. Reméljük, hogy tényleg jól sikerült, jól érezte mindenki magát, azon voltunk, úgyhogy a végére szerintem majdnem mindenki elfáradt, mert azért hosszú volt reggel 8 óra óta itt lenni, de remélem, hogy még egyszer, hogy mindenki jól érezte magát. Köszönjük szépen! Köszönöm! Elcsendesedett a karcagi városi labdarúgó csarnok itt 2014. február 23-án, hiszen véget ért a harmadik labdarúgó gála. Egy igen összeszedett, egy igen színvonalas napnak vagyunk a végén, amelyen reggel 8 órától pattogott a labda itt a parkettán, előbb sorversenyekkel, majd pedig folyamatosan az egyes korosztályok mérkőzéseivel zajlottak az események, hogy aztán a legvégére elérkezzünk a felnőttek és az U21-es csapat meccséhez, amely tulajdonképpen lezárta ezt a mai rendezvényünket. Színvonalas meccsek, szép gólok, sok helyzet, boldog nézők, és hát a tombolának köszönhetően a még vesztes csapatban futballozva is, de boldog gyerekek. Ez jellemezte át itt a mai napot, remélhetőleg a kedves tévénézők is valamilyen szinten belekóstolhattak ebbe a foci gálába. Halmai Márton, valamint operatőr kollégám Csanádi István nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!